Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 11-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai és tervei, ezt mutatja itt ez a felső kártya. Ez a levél arra utal, hogy ő szeretne írni nektek, vagy neki elvárásai vannak, és szeretné, ha ti írnátok neki. Ez a levél jelenthet egy dokumentumot, egy szerződést is, amit ő most aláír. Viszont az is lehet, hogy ő kapott egy hivatalos levelet, és az neki kellemetlen, mert pontosan ezt mutatja az ő érzelmi világa. Mert a második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzelmei, tehát mi bepillantunk most az érzelmi világába, és itt tűz van. Ez egy nagy katasztrófa, és az lehet, hogy pontosan ez az irat, ez a hír váltotta ki. A harmadik kérdés az lenne, mit közöl veletek, ezt mutatja itt az ördög. És az nem jelent jót, mert az arra utal, hogy itt hamisságok, hazugságok vannak a háttérben. És pontosan ezt jelzi a napi kártya is. Ez a kígyó utalhat ezekre a hamisságokra, ez a kígyó utalhat egy hölgyre is. Esetleg arra, hogy nem egyenesen mennek a dolgok, hanem mellékutakon. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. De megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!